Sziasztok! Ebben a videóban Benito Van de Pass 23 g-os nyilait fogom nektek bemutatni. A terméket a Game Center biztosította a videóhoz. A doboz hasonlít a Heroes csomagolásra. Bal oldalon a plexi mögött láthatóak a nyilak, jobb oldalon pedig Big Ben Betze nevű játékos. Átoldalon a szokásos figyelmeztetések láthatóak, köztük magyarul is. Felül pedig a Made in England felirat. Kibontás után a nyilak műanyag tokban vannak, félig összeszerelt állapotban. Ez is kísértetiesen hasonlít a Heroes termékekre. A hegyek műanyagvédőben vannak. Az XQ Max-ra jellemző, hogy az Originals minősítést azok a termékek kapják, akikkel ténylegesen az adott játékos játszik a versenyeken. A test 90%-os Wolfram 5 vezet. A hegy és a test találkozásánál van egy perem, ami picit jobban igénybe fogja venni a tollakat, ha nyilakat csokorba dobjuk. A nyilak hordó alakúak, az előső felén fűrészfog kialakítás, utána pedig egy sima radiális megmunkálás. Fogására az jellemző, hogy közepesen tapad. 27 mm-es fekete hegyet kapott a nyíl. Ennek a 23 g-os testnek 50,6 mm-es a hossza. A test átmérője 7,2 mm. A fehér műanyag szár és a kisebb méretű standard toll 76 mm-rel növeli meg a nyíl hosszát. A test súlypontja toll és szár nélkül 24,5 mm-re van a test elejétől, a gyári szárral és tollal pedig 28 mm-re. Ha tetszett a bemutató, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy a soron következő videókról ne maradjatok le, mert hamarosan egy újabban jelentkezem. Sziasztok!